De először is Őrsi Mátyással volt SZDSZ-es, ma DK-s politikussal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tegnap láttam a miskolci szereplését, egy épület lépcsőjének tetején állt, és egy sajtótájékoztatót tartott más helyett. És azt se értettem azt a helyzetet sem, ugye Pásztor Albertet várta mindenki, hogy tartson sajtótájékoztatót, ehhez képest kilépett Őrsi Mátyás, és megtartotta helyette. Miért? Vállalom a felelősséget, elért a malőrért. Úgy hirdettük meg, hogy ketten tartjuk a sajtótájékoztatót. Visszatérnék erre a történetre, csak hadd meséljem el, hogy amikor a jelölés kiderült, és akkor egy óriási viták robbantak ki, meg ezzel érthető okokból. Interneten, médiában, nyomtatott sajtóban. Én úgy döntöttem, hogy megismerem a jelöltet. Tehát nagyon könnyű a média üzenetein keresztül egy-egy mondatból ítélkezni, és néha tényleg a mondatok rettenetesek voltak, azért azt lássuk be, hogy érdemes megismerni ezt az embert, hogy ki ő valójában, mit gondol ezekről a mondatokról, ha kicsit belemegyünk a részletekbe. Ezért én meglátogattam őt néhány DK-s társammal, barátommal, elbeszélgettünk vele, és utána akartunk volna menni a sajtóba, hogy tisztázzuk. Na most vele ezt nem tisztáztuk előképpen, és hogy jöttünk ki tőle, már jöttek be hozzá a helyi lokálpatrióták, civil szervezetek, és arról tárgyaltak, hogy hogyan tud egy olyan programot kialakítani, általában nagyon sokakkal tárgyal erről, amely nem csak jól hangzik a miskolciaknak, hanem végrehajtható is. Ezért tényleg én kérem a médiának az elnézését. Ez nem is erőjtött eszembe, hanem hogy miért áll ennyire bele ebbe az ügybe Őrsi Mátyás? Ez erőjtött csak eszembe. Miért húzza magára ezt a kérdést, miközben hát ez azt gondolom egykori liberális politikusként, akinek a liberális elvei nyilván nem múltak el az SZDSZ elmúltával, nem lehet egy könnyű helyzet, hiszen csupa olyan mondatot mondott Pásztor Albert, amiben kivetnivalót találtak korábban, amivel szemben folyamatosan megfogalmazza magát, hol az SZDSZ hajdan, hol most a DK. Fel is sziszentem arra, hogy egykori liberális politikus, de az igaz, hogy nem vagyok már politikus, szólnak abban az értelmében, és ez egy nagyon fontos dolog, amikor én parlamenti képviselő voltam, az információk nagyon gyorsan jönnek, mennek, és azonnal tüzelünk egymásra, és néha nem gondoljuk ám végig, hogy igazságosak vagyunk-e, megfontoltak vagyunk-e, valakit megtámadunk. Na de Pásztor Albertet elítélő mondatok akkor nem voltak igazságtalan mondatok. Azok a mondatok rettenetesek voltak, ugye úgy néz ki a helyzet, hogyha egy párt valakit jelöl, akkor ezt a helyi szervezet eldönti, majd ezt jóvá hagyja az országos, nálunk az elnökség, a DK-nál. Na most ez a helyi kiválasztás megtörtént, felhorkanás megtörtént, hát ezt mindannyian hallottuk, és én úgy gondoltam, hogy mielőtt ebben én állást foglalok, megismerkedem ezzel az emberrel. Ezt én értem, de akkor tényleg menjünk sorba. Tudnék nekem is, amikor meghallottam a jelölést, akkor úgy ítéltem meg, hogy ízlésemmel ellentétes, hogy mit finoman fogalmazunk, csak hát most nem vagyok már pártpolitikus, a szónak abban az értelemben, hogy nem kell parlamentben ottan kiabálnom. Nem megyek, meghallgatom, mit gondol erről, mit mond erről. Számomra az derült ki, hogy Pásztor Albert nagyon rossz kifejezéseket használt, ha gondolatait nézzük, ha van módja, hogy ezeket kifejtse, szerintem egy nagyon rendes ember. És ezt bánja, kérdélezem meg, biztos, bánja, hogy nagyon rendes ember, de alkalmas a politikusnak. Azokat. Alkalmas a politikusnak az a szereplő, aki rendőrkapitányként egy közfeladatot látott el, úgy volt ő közszereplő, és mondott olyan mondatokat, amiket, hogyha politikusként mond ki, az egész párt rászakad. Akkor csak a saját pozíciója szakadt rá. Hogyha ezeket megismételné, ezeket a mondatokat, akkor az tragédia lenne. Én az a meggyőződésem, a vele való beszélgetés alapján is, hogy végre megértette, hogy mi volt a gond azokkal a mondatokkal. Ő ezt korábban, hát ugye rendőrként, de ezt most megértették vele? Mert ezt írta két nappal ezelőtti jegyzetében is, vagy nem is tudom, bocsánat kérő bejegyzésében a Facebookon, hogy végre megértettem. Pontosan így fogalmazott. Pontosan így fogalmazott. Miért? Hát rengetegen mondták, hogy tessék kiállni és elmagyarázni ezeket a mondatokat. Most akkor én eleget tett, megpróbálta megmagyarázni, hogy akkor ezt ő hogyan vélte, hogyan gondolkodik ezekről a mondatokról most. De másképp gondolkodik? Másképpen gondolkodik. A cigányság helyzetéről másképp gondolkodik Miskolcon. És nagyon furcsa helyzet, hogy önt kérdezem, mert milyen polgármester jelölt az, aki menekül a sajtó elől. Nem menekül a sajtó elől. Napok óta várják mindenhol, és nem érkezik meg. Lesz még alkalmuk nyilván, hogy őt is elől kérdezzék. Bár azért szeretném hangsúlyozni, hogy amit ő erről elmondott, az ő miskolci programjának a rend egy fontos eleme lesz, de csak egy eleme lesz. Azért ő szeretne a szociális kérdésekkel, gazdasági kérdésekkel hangsúlyosan foglalkozni, mert azt szeretné, hogy Miskolc fejlődjék az eddigiekhez képest. Tehát nem csak roma kérdés van, nagyon súlyos roma kérdés van Miskolcon, de nem csak az. Mennyire a populizmusról
mennyire a bármilyen győzelemről szól az a jelölése. Tehát, ha egy kicsit komolyabban mögé nézünk, akkor azért az látszik, hogy ugyanarról beszélünk, hogy 2009-ben mit mondott egy miskolci rendőrkapitány, és 2014-ben hogy lesz ez a rendőrkapitány a baloldal közös jelöltje. Hát ha az lesz, mert az Együtt PM képviseletében Juhász Péter ma is elmondta, hogy az elég biztosan nem lesz. De, Juhász Péter majd azt mondta, hogy meglátják, mit mond a programjában, és lehet, hogy akkor tetszeni fog nekik. Itt a végén nem ezt mondta. Meglátjuk. De majd meglátjuk, igen. Szóval, hogy igazából persze erről beszélgetünk, de az alapkérdés az nem az, hanem hogy miért kell a baloldalnak Pásztor Albert? Miért egy olyan ember kell, aki a cigányokkal szembeni erőteljes fellépésről, a cigány bűnözésről beszélt Hajdanában, és akit Hajdanában ugyanez a közösség ítélt el? Nagyon sok kérdést tett fel, meg egyenként. Helyes-e egy olyan jelöltet indítani, aki egyébként ott, ahol lakik, igen népszerű? Hát természetesen helyes. Tehát azért nem lehet egy pártnak olyan célkitűzése, hogy olyas valakit indítson, akit nem ismernek, vagy ha ismernek, akkor nem szeretnek. Én azt gondolom, hogy Miskolcon, ahol rendőrkapitány volt, ahol nagyon sok közbiztonsági probléma volt, és valószínűleg van is, ő ebben viszonylag jól helytállt, ő a rendet fenntartotta, ő megpróbálta megvédeni az emberek vagyontárgyait, bármilyen etnikumok voltak az elkövetők és az áldozatok, hogyha tragikusan ez úgy alakult, hogy lehet tudni azt, hogy valamelyik etnikumból származva között többen voltak az elkövetők, akkor persze azt is tudni kell, hogy egy rettenetes szociális helyzet van Miskolcban, Miskolcon és környékén. Tudjuk azt, hogy hát a romák rettenetes nyomásnak vannak kitéve, munkahelyük nincsen, iskolába járhatják a gyerekeket, de nem kaphatnak a kezükbe olyan tanítást, amely belőlük a munkaerőn piacon versenyképes dolgozó lenne. Tehát ezek óriási problémák ezt vannak. Ezt én értem, de egy pragmatikus döntést kell hozni bármi áron, hogy valahogy le lehessen győzni a Jobbikos és a Fideszes azt jelöltet, tudom egy olyan mondani, jelöltel is, aki megkérdőjelezhető? Azt tudom önnek mondani, hogy vannak olyan pártok, ahol csak az számít, hogy mennyi szabadat van a dolgok mögött. Ezt ma Fidesznek hívják, ügyesen csinálják, elismerem. Én nem szeretnék ilyen párthoz tartozni. Nem szeretnék olyan párthoz tartozni sem, ahol ez nem számít, hogy melyik jelölt mennyire népszerű. Szerintem a politika egyik nehézsége, és nagyon szeretném, és nagyon bízom abban, hogy a demokratikus kollektív ezt jól fogja csinálni, hogy úgy áll ki egyik oldalon az elvei mellett, hogy ehhez alkalmas jelölteket talál. Na de most a jelölt népszerűségéről beszélünk, de nem jelöltet, ez a fontos. Találtunk egy jelöltet, akinek van egy vezetési tapasztalata, aki ismeri Miskolcot, akit szeretnek Miskolcon, és volt egy rettenetes mondata. Akkor megkérdeztük, hogy hogy is van ezzel a mondattal, és kiderül, hogy ő ezt rosszul mondta, nagyon bánja a dolgot is. Tehát nem egy rettenetes gondolkozás módja volt, hanem egy rettenetes mondata. Pontosan erről van szó. Tehát olyan könnyen ítéljük meg egymást egy mondatról. 20 évig voltam képviselő, szerkesztő, voltak rossz mondataim. Nem tudom, mióta riporter, voltak rossz mondatai. És akkor most van valaki, rászakad az ég, én ezt megértem, mert Magyarország legnagyobb problémája az a kisebbségi kérdés ebben a pillanatban. Tehát akik emiatt aggódnak, én akkor tökéletesen megértem, és erre mondom azt, hogy kérünk bizalmat ennek az embernek, hogy a kampányban, és remélhetőleg, ha nyer polgármestereként, bizonyíthassa be, hogy ő egy emberi jogok alapján fog működni. Játszunk és egy kicsit még jobb, legyen ebben partnerem. Még egy mondat, hogy ne. A rend az nem egy jobboldali szó. Az a rend, amely a megalázással és a törvénytelenségekkel párosul, az lehet jobboldali. De az a rend, amely a törvényességgel és az emberi jogokkal kiegészítve működik, az egy nagyon rendben lévő, ha tetszik baloldali, ha tetszik liberális. Egy hete kérdezgetek baloldali politikusokat, erre mondtam, hogy játszunk egy ilyet, hogy reagálnának akkor, ha Pásztor Albert a Fidesz jelöltje lenne ezzel a háttérrel, ilyen mondatokkal, ilyen előhúzható vádakkal, amik gyakorlatilag készen vannak, tehát nem is kell megkonstruálni őket. Mit mondanának? Mit mondana Őrsi Mátyás, hogyha Pásztor Albert a Fidesz jelöltje, lenne? Azt, hogy adjunk neki bizalmat? Nagyon jó a kérdése, és nem örülök annak a választnak, amit mondani fogok. Hogyha Pásztor Albert a Fidesz jelöltje, nem megyek le hozzá, hogy megkérdezzem, hogy mit gondol ezekről, hanem valóban akkor lövök. Na most Pásztor Albert nem a Fidesz jelöltje, hanem a DK jelöltje, ezért vettem magamnak ezt a fáradtságot. És igazából az lenne a helyes, hogyha a Fidesz jelöltje nem veheti a fáradtságot, miközben véleményformál. Most azt kérdezte, hogy neked mi lenne a véleményem.
És az lenne a helyes, hogy egyébként a Fidesz jelöltjét is meglátogatnám, hogy lenne energiám, és őt is megkérdezem. Nem teszem, és ezt helytelennek gondolom. Most látja maga előtt a romák helyzetét Miskolcon? Ugye van egy fideszes polgármester, véletlenül ő lesz a jelölt a következő körben, és ő kitelepíteni őket a városból, adna némi pénzt hozzá, csak menjenek. Van egy jobbikos jelölt, aki az a kampány, aki van zsidó származása, tehát ő aztán nem rasszista, és majd ő rendet csinál Miskolcon, és van egy baloldali jelölt, aki meg hajdanában a roma bűnözésről beszélt, és arról, hogy lássuk be, hogyha bűneset történik, javarészt a cigányok követik azt el. Ebből ők nem véletlenül nem tudnak választani, és jelentették maga, hogy nekik lesz egy negyedik jelöltjük. Szóval az ország joggal felszészen arra, amikor azt hallják, hogy roma bűnözés. Én azt gondolom, hogy egy rendőrkapitánynak vannak személyes tapasztalatai. És tőlem sokan kérdezték, hogy honnan tudja rendőrkapitány, hogy valaki roma vagy nem roma. Nem is tudhatja hivatalosan. Nem is tudhatja, hogy hivatalosan gondolja ön. Ezért rákérdeztünk Pásztor Albertnél, hogy mi a történet. És azt mondja, hogy ő nem beszélt ezekkel az emberekkel. Ő jegyzőkönyveket olvasta végig, amit a helyettes elé rakott. Az összes vallomás azzal kezdődik, hogy roma vagyok. Az összes ezzel kezdődik, amivel találkozott. De ez a magyar jogrendszerben bármire felmentés, vagy könnyítés? Ne értsen félre. Ilyet a magyar állam képviselője nem mondhat. Mert hogy nem tehet különbséget elkövető és elkövető között. Most csak arról beszélünk, hogy roma bűnözés van-e. Sajnos ilyen statisztikailag létezik, és mögötte igen súlyos szociális tragédiák vannak, de még egyszer, ő ilyet nem mondhat, és ezt most már érti. Hogyha ő lát is ilyet, ha tapasztal is, ő ilyen mondatokat nem mondhat. És ez jó, hogy ezt megérti. És ezek a viták egyébként erre alkalmasak, hogy azok az emberek, akik korábban rendőrök voltak, mások voltak, és nem volt meg a fülük ezekre a problémákra, ezeket megértsék, és bár terjedne ez a gondolat ilyen módon, és az országot egyébként elönteni. Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy az a korábbi rendőrtiszt most jelölt, akit hát vádolnak, ő Miskolc rendőrkapitányaként egy komoly programot indított annak érdekében, hogy fiatal romákat behozzon rendőrségre. És hogy neki ebben voltak egyébként kudarcai, és voltak óriási sikerei is. Most így viselkedik egy olyan rendőrkapitány, akinek most a nyakába ugranak a jogvédők. Nyilván de még egyszer értem őket. Pásztor Albertet is meg kéne hallgatni. Állunk elébe, várjuk szeretettel itt a stúdióban, és még valami nem vádolja őt senki. Ugye volt az életében 5 évvel ezelőtt egy pillanat, amely miután ismét a Rivalda fénybe lépett saját jó szántából, így aztán ez előkerült. Ez mindössze csak egy, elfogadom. Ettől lett ez egy téma. Én ezt elfogadom, ezek hasznos viták, ezek jó viták, és ha csak egy ember győztünk meg annak, hogy megértse, hogy nem lehet így beszélni az állam képviseletében, akkor már győztünk. Én nekem meggyőződésem, hogy egy tisztességes, rendes emberről van szó. És remélem, hogy ez fogja bizonyítani Miskolcnak, az országnak, és ezt szerintem mindannyiunk használtra. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm az érdeklődést.